tervében azt vette észre, hogy, vagy azon gondolkozott, hogy mi az, amivel én meg tudom tölteni a házat. Tehát ő volt tulajdonképpen az első igazgató, aki nem csak lárpúr lár darabokat hozatott, hanem effektíve figyelt arra, hogy mi lehet az, ami a pesti közönséget érdekli. Elkezdett fordítva gondolkozni ő, aki valószínűleg közönségként eleget járt a házba. Tisztelt nézőink, köszöntjük önöket az Opera Café című televíziós műsorsorozat nyári külön kiadásának mai epizódjából. Ennek a műsornak sincs más célja, mint az egész, így már több éve tartó, nyaranként színre kerülő sorozat bármely darabjának egy-egy operai örökös tag életét feldolgozni. A mai alkalom viszont az első a sorozat most már tényleg több éves futása alatt, amikor egy posztumusz örökös tagságot kapott személy, nyilván már régen elhunyt egyéniség a főhősünk, méghozzá Bánfi Miklós gróf, aki éppen 70 éve 1950. júniusában hunyt el Budapesten. A gróf alakját és kultúrpolitikai tevékenységét, leginkább persze operai működését együtt idézzük fel az opera főemléktárosával, Karcag Mártonnal. Szia Marci! Hát azt hiszem, hogy 1912. februárjában, de talán már januárban kijött a hír, azért mindenki nagyon meglepődött, hogy az egyik legnagyobb magyar arisztokrata, a legnagyobb földbirtokosok egyike, a sok tehetségű ember, aki irodalomban, képzőművészetben már kipróbálta magát, na de mégis az összes állami színház, még nem is a sok állami színház volt, de mind a két-három állami színház intendásául éppen őt teszik, még 40 éves kora előtt, ezt a bizonyos gróf Bánfi Hogy is van ez? Na, hát azt hiszem, a legjobban ő meg ezen. És viszonylag könnyed tollal a visszaemlékezéseibe írt erről. Pont úgy írt, azt hiszem, mint ahogy minden csinált. Tehát egy ilyen nagyon könnyeden, hiszen a sok tehetségével ő egészen másképpen sáfárkodhatott, mint mi, akiknek 1200-ig kevésbé vezethető vissza a családfáján. Tehát, hogy ő egy olyan biztonságból léphetett be az Opera és a Nemzeti Színház vezető irodájába, ami keveseknek adatik meg, hiszen tulajdonképpen mit veszíthetett bele. Kicsikét meghurcolják a nevét, de hát melyik arisztokrata társát nem hurcolták meg akkoriban? Már? És azért Bánfi élete már addig sem mondható eseménytelennek, tehát mégiscsak azért uh, ispán, meg, meg, parlamenti képviselő, meg ugye a Kisbán Miklós nev alatt kiadott első színdarabok megjelentek, játszotta őket a Nemzeti Színház, játszotta őket valamelyik másik Pesti Színház Igen, is, most a a neve. Igen. Úgyhogy, úgyhogy a színházi világ csak-csak, de az opera, és tudom, hogy egyúttal, aki intendálta az operát, az vezette a nemzetit is, de mégis valahogy vagy csak ez a mi része hajlásunk, az ember az operába képzeli el bánfit, amiből esetleg valamilyen filiáléként a nemzetire is tekint. Szóval az opera világa neki akkor még ez nem lehetett természetes. Abszolút nem volt az, de valószínűleg izgatta maga a, a színház, a kulissza, a másféle világ, mint amiben ő szocializálódott. Ugye ezt tudjuk, hogy színésznőt is vett feleségül, Váradi Arankát, tehát ő egyszerűen szerintem élvezte. Élvezte a kihívást, élvezte a tehetségét, Gróf Bánfi Miklós, író, grafikus, díszlet és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter, az Operaház egykori főigazgatója. Emlékét az intézmény a mai napig őrzi, nem csak azzal, hogy posztumusz örökös az opera új játszóhelyén az Eiffel műhelyházban is róla nevezték el a színház termet kb. ezer arca volt neki. Van ez a legenda, hogy a lakásában négy darab íróasztal volt a szoba négy sarkába, és mindig annál dolgozott, ami éppen izgatta. Rajzolt, írt, igazgatott, és a negyediket nem árult elő se, hogy ott mi zajlik. Bánfi Miklós 1912 és 1918 között mindössze hat évig volt az opera igazgatója, de munkássága máig meghatározó. Ő volt az első olyan modern igazgató, aki átvezette az operaházat egy 20. századi gondolkodásmódba. Megújította a Verdi repertoárt, új fordításokat, modern jelmezeket és díszleteket készített. Egyisztó tangó személyében ő hívta a Magyar Operaházhoz az első olasz karmestert. Az ő nevéhez fűződik az első két Bartók színpadi mű, a kék szakálú hercegvára, illetve a fából faragott királyfiős bemutatója. Az Eiffel Műhelyház színház termesen véletlen, hogy az ő nevét kapta. Bánfi Miklós sokoldalúsága és szellemisége tükröződik a terem modernitásában, multifunkcionalitásában, különböző arcaiban. Az érdekes, hogy belépide Bánfi Miklós 1912. február 1-én, akkor mégsem a művészettel kezd el, legalábbis így tűnik, foglalkozni, hanem egy nagy szabású tervet tesz le az asztalra, azonnal rohan a kormányzathoz, 600 ezer pengőt kér, nem, bocsánat, szerintem forintot talán, de ebben nem vagyok biztos, szóval egy jó nagy kér, Egyszer ezt átszámoltam, és valami 5 milliárd forint jött ki a mai értékén, tehát ez nem kevés pénz ma sem. Ennyit kér az opera 28 éves épületének átalakítására, és akkor megyeszai Istvánnal, a későbbi nagy <coughs> magyar vasbeton építéssel a hónalat érkezik meg, és neki állnak, tulajdonképpen egy gyors, talán májusi leállítás után átszabni az operának a belső terét, amihez addig senki nem mert hozzányúlni. Tehát így teszi le a névegyét, ez elég érdekes azért. Talán senkinek nem is jutott eszébe, talán. A korábbi intendánsok kevésbé használták az operát, mint ő nézőként. És hát az operának, Ibló azért ez alatt, a 30 év alatt változott annyit a funkciója, hogy bőven volt mit pofozni. Hát megnézzük, hogy most is a legutóbbi felújítás, és most között 30 év telt el ugyanúgy nagyon sok minden aktuális, amit egyszerűen a technika, a funkciók fölcserélődtek, hogyha csak a mellékhelyiségek számát és helyét nézzük. Hát itt annak idején íből betele az alsó ruhatár helyére egy kocsis és cselédvárót tervezett be, illetve az funkcionált. 1912-re kocsis és cselédvárónak már valószínűleg nem volt annyira helye. Talán sokkal hasznosabban is el lehetett a tereket képzelni. Így van, és megjelenik még valami, ami, a, ami, nem csak nézőként, hanem már a, már a művészettel is kapcsolatban hozható. Az operaház nyilván a nézők által kevésé ismert üzemi területeit, a backstage, ma így szokás mondani, zónákat is elkezdik ők átalakítani. Tehát biztos fura, de próbatermet létrehozni, vagy jelmeztárat építeni, az mind olyan jel, ami arra utal, hogy előtt a jelmeztán kevésbé volt fontos. Igazi funkció még nem volt, ekkor viszont úgy látszik, hogy elkezd szimpadiasodni a produkció, és már próbálni is kell. Hát óborzalom. Hát hogyne, megváltozik a repertoár, és hát annak idején valóban a jelmezek szerencsére ránk maradtak azok az 1884-es hatalmas nagy könyvek, amiket reméljük majd kiállítani is ki fogunk tudni, ahol úgy néz ki a dolog, hogy egy-egy jelmez leírásánál ugye nem csak leakasztották a szekrényből, hanem ez bizony úgy szedték össze, hogy 134-es számú barna nadrág, és azt ő ugyanazt hordta Telvilmosként, mint a Tannhäuser Wolframiaként. Volt egy, egy, nadrág, egy standard nadrág, és akkor ezeket vegyítették. Nyilvánvalóan ez a repertoár bővülésével, vagy specifizálásával már Kikopott. Igen, meg a művészi öntudatnak a fölébredésével, amikor azt mondja valaki tervezőként, hogy de nekem nem az a nadrág kell, se színbe, se szabásban, igaz? Persze, hanem legyen speciális a dolog. Ezek <laughs> ezek azért jelek arra, hogy, hogy Bánfi, mint művész veszi kézbe az operaház átépítését. És hogy az építészeti részét azt nem maga csinálja, hanem megy a szaira bízza, így valóban elég sok helyen egyébként apróságok, néha nagyobb dolgok átépülnek az operán belül, de úgy, hogy közben az íbüli nagy konstrukció nem változik meg. Talán a legfontosabb változás, amire szerintem te is utalsz, mert az a nézőket érinti, az az, hogy a nézőtéren a legdrágább helyek, ugye a legelső zsője sorok tekintetében kettő sort bővítenek, így viszont a zenekarjárok kisebb lesz, viszont azt meg a színpad alá betolják, tehát tulajdonképpen a mérete nem változik, de a színpad alá kerülnek bizonyos zenészi sorok. Amitől a hangzás megváltozik. Amitől a hangzás meg fog változni, igen. De tulajdonképpen ez az átalakítás, ez bőven elég volt a következő évtizedekre. Tehát annyira gondolkozott előre, hogy ez 80-ig, 1980-ig többé-kevésbé gond nélkül ezek által, az átalakítások által működött. Meg azt is ugye nekem ez, hogy abban bízik, hogy az addig sokszor Kongó óparaház nem csak úgy fog megtelni, ahogyan addig ott hagyta, hanem még két sort, drága két sort még el lehet adni benne, és lesz bevétel ő a műsortervében azt vette észre, hogy, vagy azon gondolkozott, hogy mi az, amivel én meg tudom tölteni a házat. Tehát ő volt tulajdonképpen az első igazgató, aki nem csak lárpurlár -lár darabokat hozatott, hanem effektíve figyelt arra, hogy mi lehet az, ami a pesti közönséget érdekli. Tehát elkezdett fordítva gondolkozni, ő, aki valószínűleg közönségként eleget járt a házba. Elkezdett érdekességeket keresni, és hát hihetetlen nagy szerencséje volt ugye aznap, amikor belépett a házba, az is egy jelképes történet tulajdonképpen, a totál káosz állt 12. februárjában a nyugatlánya próbákon. Ugye megérkezett Puccini, ahogy szokotta maga olasz vehemenciájával, és mindennel elégedetlen volt. Elsősorban nem volt bariton a serif szerepére. És innentől kezdve hatalmas felfordulás volt, itt kellett csak igazán politikusnak lenni, hogy az ember részben a maestrot, részben a teljes honi sajtót kezelje, akik nyilván mindig minden botrányra éhesek voltak, akkoriban ugye nem gondolkoztak egy évadra előre. Tehát az hetekre gondolkoztak előre, és látszik, hogy ja, hát a keddi prömiért elhalasztottuk szombatra. Akkor az összes, a teljes sajtó megírta, hogy ez aztán micsoda botrány felkészületlenek, elhalasztották a prömiért, de ilyen szinten napról napra működött még a színház. Ő azt vezette be, hogy hat nap játszott a színház, tehát a hétfőt meghagyta szünnapnak, akkor a Filharmónia mehetett a vigadóba, vagy pihenés volt, vagy próba volt, és cserébe viszont vasárnap duplát játszott. Vasárnap játszott egyet kettőkor vagy fél kettőkor, délután olcsó kom, és utána este még egyet. Ezt a terhelés ma nem, 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 nem tudom elképzelni, és, ne, és a munkatörvénykönyve sem tudja. Tehát képtelenség, sem és hát olyan is. változatos repertoárt játszottak, hogy fölkészülni is nagyon lehet részben. Igen, igen. Hát részben pedig ne felejtsük el, hogy azért a diszletek jóval egyszerűbben kezelhetők voltak, igen, mint igen. manapság. Nem itt a zenekari kóruspartira gondolok, tehát hogy egész egyszerűen ennyi darabot ilyen módon, rapid módon váltogatva, miféle összecsiszolt hangzás alakultott ki a zenekarban, énekarban. Hát hogy mennyire volt szóval összecsiszolt, ez, ez egy kérdés, de nagyon picike zenekarra és nagyon picike énekarral működtek. Mm. Tehát ugyanazok az emberek álltak egy helybe, és valóban álltak egy helybe húsz éven keresztül, a nagy részük valószínűleg nem volt igazán kottista, hiszen még a 60-as, 70-es években is vettek fel az énekkarba kottát olvasni nem tudó kollégákat. Tehát így úgy betanulták, és akkor a következő húsz évben, ameddig a hangszalagok bírtak, álltak és kiabálták a szólamot. Teljesen mindegy volt, hogy ma a toszkát játsszuk, vagy a hugenottákat, beálltunk ugyanúgy egy sorba, és énekeltünk. Hát mint egy jelmezes koncert, hogy Visszatérve Bánfira, de hisz most is róla beszélünk, tulajdonképpen csak más szavakkal. Én meg azon gondolkodom néha, hogy rendben van, megjött Puccini, és nagy baj közepébe csöppent az ifjú intendás, 37 évesekkor. De közben előtte 6 héttel megnyitott a rivális operáz Budapesten. Tehát, hogy, hogy én nem tudom, hogy ezt ő mennyire tudta átgondolni ezt a döntést, amikor ezt elvállalta, de, de tényleg... Kikapta ki a nehéz szituációt. Tehát neki, neki építkezni kell, tehát le fog állni, és közben kinyitott a rivális színház, ahol egy harmada csak az ár az operai jegynek, ugye, ami három ló ára, vagy nem tudom, ugye vagy valami ilyesmi, nagyon drága. És neki kéne valahogy itt most rentabilitást, meg modernitást hozni, meg még kritikai szeresse, hát elég, elég vesztes játszma. Abszolút, és a kritika nagyon sokszor bántotta, és olyan furcsa, hogy pont a napokban olvastam egy kritikát, mert a népopera bemutatta Nürnbergit is. Ami azért egy elképesztő vállalkozás Reinerrel és a párci után néhány héttel, a világháborúba elhunyt basszista Bihar Sándornak a főszereplésével, de tehát egy elképesztő vállalkozás, hogy van egy konkurens színház, aki egy, nem egy traviátára áll neki, hanem énekzenekarral, egy nürnbergi mesterdalnokokat is kihoz. Ugye a mai Elkel színházról beszélünk, ami akkor Népopera néven nyílt meg, és Városi Színház. És aztán Bánfi, hát, hogy úgy, úgy hogy terveket szőtt a kibérlésére, tehát hogy ő sem annyira szerette volna ezt a rivalizálást meghagyni, hanem inkább két lábra akart volna nehézkedni ő is. Igen, de ez nagyon érdekes, hogy a kritika az egekbe meneszti. Hát, hogy ez a Városi Színházi Nürnbergi egy erősen B csapatos főleg kismesterekkel hogyan szólhatott, ma már ugye nem tudjuk elképzelni, de a kritika gond nélkül, hogyha támadhatta az állami intézményt, akkor csillogó szemmel neki ment. Bánfi ezt a 4-5 hónapos átépítést sikerrel abszolválja, és októberben, 12. októberében tehát az operaház újra megnyit, és tényleg néhány funkcionális, kellemesebbé tett körülmény mellett elkezdik a játékot, és jön egy-két újdonság. Ariadne Naxosban, ami nem az ő érdeme egészében, de hogy a tervezethez ragaszkodott, az mégiscsak az övé, és indul valami egészen más művészi program. Abszolút, ő 12 tavaszán egy már nagyjából elfeledett darabban nyit, ez a thumperdinknek a királygyermekek Königskinder, akkor királyfi és királylány címmel, Humperdink ugye Jancs és Juliskával sikerszerző volt. volt egy János. A... gyönyörű így. zene, nagy zene, volt hozzá két csodálatos címszereplője, két ragyogó fiatal művész, Sándor Erzsé és Székely Hídi Ferenc, és elhapolta Hevesi Sándort a rendezőt. A darabnak igazán nem volt sikere, egy valamivel törődött a kritika és mindenki, hogy a operába olyan fontos kis libákat hogyan valósítják meg. Oh. Tehát, hogy nagyjából ez volt a műnek a kulminációs pontja, mert kitömött papírmassé libákat mégse lehet, igazi libákat nem lehet, és ezzel sikerült nagyjából hat este megtölteni a színházat, hogy megnézzék, hogy mit csináltak a libákkal. Beszéljünk Bánfi személyes közreműködéséről, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy a az igazgató, aki, aki tényleg egy polihisztori tehetséggel megáldott ember volt, ő személyesen áll neki időnként díszletterveket rajzolni, jelmezterveket rajzol, jó, ugye jó, jól, rajzol. Én úgy emlékszem, hogy amikor a fából faragott királyfit Bartokból kirázzák tulajdonképpen, akkor lemennek a színpad a Balázs Bélával, és neki állnak balett, vagy legalábbis pantomi mozdulatokat tanítani a táncegyüttesnek. Erről a fajta bánfiró mesé, aki, aki a színpadra lemegy, és ő megmutatja. Én azt hiszem, hogy annak idején máshol voltak a határok, mint ma. És nem ma, hanem az elmúlt évtizedekben. Sokkal inkább összefolyt ez a színpadi alkotó művészet, hogy mi, hol kezdődött és hol végződött, egészen máshol voltak a határok. Lámpi szeretett rajzolni, jól rajzolt, ő lazán annyit ír, hogy és az igazgatásom alatt minden díszletet jelmezt én terveztem. Ez nem egészen van így, de tulajdonképpen nagyon nehéz megállapítani a színlapok és a kritikák alapján, hogy mi volt az, amit valóban ő tervezett, és mi az, amit a fölvett státuszban lévő Kémén vagy Újvári Lőrinc a színház tervezői. De vannak bizonyíthatóan az ő tervei, vannak, amiket részben ő tervezett, egyéb vonulatai is vannak az ő tervezőművészeteinek, hiszen hogyha a Mozart előadásokról, amiről érdemes beszélni, is egy teljesen új világot teremtettek. Tehát, hogy visszamentek a, rokokójelmezekbe, a, rokokó a varázsfúvolába, egy egészen új gondolatiságot képvisel. Bartokról muszáj beszélni, mert a mai idő számára ezek a legfontosabb pillanatai Bánfi Miklós operai tevékenységének amely megalapozza az örökös tagságát. Igaz, posztumusz. Tehát Bartók a táncjátékát, a fából faragott királyfi 17-ben be tudja itt mutatni. Bánfi, erről az előbb picit beszéltünk is. Szívvel rajta van, saját pénzéből fizeti a zenekart, amely ugye tiltakozik, nem akarja játszani ezt a nehéz művet. És aztán egy évvel később valahogyan, ezt én nem tudom, te majd ki fogod kutatni egy közelgő Bánfi könyv kapcsán, mert már neki is állt a Marci, ez kiderül majd bizonyára, hogy hogy vaja neki Bartók, hogy egyébként neki van egy hat éve elrakott operája is, a Kék Ercegvára, de végül az is bemutatódik. Elmondhatjuk, hogy, hogy Bánfi Bartók zseniéből megérzett valamit, vagy megint valami ösztönös tehát, hogy tudta, hogy mit csinál, vagy csak ösztönösen lép? Azt tudta, hogy nagy dolog, azt tudta, hogy nagyon-nagyon más dolog, azt tudta, hogy, hogy, egy egészen különleges, egészen izgalmas dolog, de valószínűleg ugyanúgy, mint a Boris Godunovnál, itt se érdekelte a közönség reakciója. Mutatott be ő egy csomó ö, balfogást is, tehát Szegő Sándor nevű katonakarmesternek a Bátori Erzsébet című darabja pokolian nagyot bukott. Egy Walterhausen nevű német szerzőnek a Schabere-ezredes című darabja három előadás után eltűnt. Tehát volt ilyen is, olyan is. Megpróbálta. Bartókot is azt gondolta, itt van egy magyar szerző egy kéz darabbal, hála jó égnek, valaki valami mást csinál, nézzük meg. Hogyha két előadást megy, két előadást, de mutassuk be. Tehát, hogy valahol, hogyha a gyagilevi mintákat keressük, akkor Ugyanúgy föllelhető ez, mint Gyagilevnél, aki avval sokkolta a nyomorult ifjú koreográfusait és zeneszerzőit, hogy döbbentsen meg. Gyagilev, aki először fölrázta Európát, utána húsz éven keresztül a saját csapdájába élt avval, hogy még megdöbbent többet, még újabbat. Bánfi ezt könnyebb kézzel kezelte, hiszen nem egy magánvállalkozás volt, ahol mindig el kellett sütni a produkcióit. Azt mondta, hogy miért ne félne bele nekem a fából faragott királyfi, amikor itt van a repertoáramon a toszka, a bohém élet, a hegyek alján, a felújított ajda trubadúr, amik teltházzal mennek. Hát akkor... Paraszbecsület. Paraszbecsület, tehát hogy, vannak népszerű darabjaim, miért ne kísérleteznék? De az elég megdöbbentő lehetett, a döbbentsem meghez nagyon jól illik, hogy aztán végül ezt a két, a Bartóki zenét illetően teljesen a magyar gyökerekből táplálkozó művet, ezt végül egy olasz karmester viszi színre. Egy őt is ő találta? Ő kerül, igen, igen, az ő idejébe került ide, meglepő módon szintén Genovából, mint tíz évvel később Sergio fájlóni. Ő próbát vezényelt, 12 tavaszán is leszerződtették. Hogy miért rá a két Bartok premier, ugye ezt leírásokból ismerjük, állítólag senki más nem vállalta a házba. Én biztos vagyok benne, hogy az akkori zenekar erejét valóban meghaladta Bartók. Minket írtak ott a szőre? Ez is volt ez? Hát az egy gyönyörű dolog. Azt alig várom, hogy a kottatárunk újra előkerüljön a raktár mélyéről, mert hogy őrizzük az eredeti bezetszungot, az eredeti zenekari anyagot, és hát hol magyarul, hol németül, hiszen a zenekar egyik tagja, vagy néhány tagja azért még nem beszélt magyarul, válogatott káromkodásokat. Végre érte. véke a Nokedlinek de hát ezek még a finomabbak azért. Válogatott kárunkodásokkal vannak tele a kották, tényleg a lejátszhatatlan. Nem találkoztak ilyenekkel. Hát a, a, pesti zenész hol találkozott volna ilyennel? A Richard Strauss volt a modernség, ne továbbia. Ami azért elég nehéz, egy elektra és azon már akkor túl voltak, de hát Bartok egy másik típusú nehézséget hozott kétségtelen. Bánfi Miklós korszaka aztán véget ér, többen úgy gondolják, talán később folytatja majd Klebersberg működése alatt, de erre már nem kerül sor. Uh, tulajdonképpen a 15-ös visszatérése, hogy a világháború alatt van egy leállás, egy 90 napos leállás, aztán visszajön Bánfi, de az már ugyanaz, a, vagy még ugyanaz a Bánfi, aki elment, vagy utána már egy kicsit ilyen úszó évek jönnek, és aztán... Törvényszerű, hogy vége lesz? Törvényszerű, hát a világháború után, vagy világháború alatt önmagában egy csoda. Ugye minket Magyarországot a háború közvetlenül nem érintett, de az, hogy kinyit a színház, hogy játszik, ez részben egy csoda, részben a lapok ugye rosszul voltak attól, hogy mi hogyan merünk élő kortárs szerzőket játszani. Hogyan lehetséges az, hogy mi a jogdíjakat küldjük az ellenséges puccsinnek oh, és szóval az igen. ellenséges maszkánynak? ami olasz tagjaink, egy Isztotángó, Tango, Nikola Gera és egy pár táncos, tűnjenek el, takarodjanak az országból. Volt olyan talán éppen Tángó volt az, akit örökbe fogadott valaki. A, magyar... a, a főpolgármester Budapesten vet, örök, örökbe fogadta, mint fiát. Így van. Így hogy van. magyarosítani lehessen. Tehát magyar egy itali. tökéletesen nonsens volt az, hogy a sajtó rosszul volt, hogy mi nem játszhatunk putcsinit, ami a fő bevételi forrásunk volt, mert ellenséges országból származik. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz évek voltak, premiert premiért ugye a világháború alatt nem nagyon lehetett tartani sok pénz erre, az egész kultúrára nem volt, miközben meglepő módon igény pedig annál inkább. Fiaink a fronton, az ország vérzik, és közben a színház tele van. Lányaink ügyen. pedig a színházban. Igen, hát Báfi Miklós, hogy itt a kicsit a végkifejtét meggyorsítsam, Báfi Miklós végül 18. novemberében mond le, ez a dátum egybeesik az Őszi Rózsás forradalom nevű történelmi képződménnyel, amelynek során Károly Mihály az ország vezetője lesz. Károly Mihály egyébként Bánfi Miklós unokatestvére, első unokatestvére, együtt nőnek fel, és Bánfi azt gondolnánk mai észre sógorkom alapon, hogy innentől van nyerekben és marad az operában, és sok pénzt harcol ki. Bánfi viszont ismeri jól Károly Mihályt, és gondolom megvannak a jó megalapozott félelmei, amiért azt mondja, hogy akkor ő most innen távozna, és soha többet nem jön vissza. Hát legalábbis beleunt a történetbe, és valami másba fogod, de az is elég izgalmas volt. Bizony, csak hogy az ma már nem fér bele a mi műsorunkba. Marci, köszönöm szépen, hogy segítettél felidézni Bánfi Miklós operai portréját. Nézőinknek is megköszönöm a figyelmet, és azt szeretném, hogy jövő héten is velünk tartanának, amikor Opera Café című televíziós magazin műsorunk nyári különkiadási sorozatának az az epizódja jön, amikor Bánfi egyik legfontosabb munkatársáról, Hevesi Sándorról, a főrendezőről beszélgetünk. Viszontlátásra!